Jó reggelt kívánok! Ez a heti TV Pirkadat című műsor, és egy kis muzsikával folytatjuk. Péter barátom már felkonferált mindenket, és a vendégem pedig Gazda Bence, hegedű művész. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy jöttél. Január 1, 2024 újévi, hagyományosan újévi koncert a Budapest Klezmer Banddel a Kongresszusi Központban. Mennyire hagyományos ez? Nagyon-nagyon régóta csináljuk, nem tudom, legalább 10 éve elkezdtük az újévi koncerteket, lehet, hogy több, nem hiszem, hogy kevesebb, és hagyományosan a Kongresszusi Központba kezdtük el ezeket a koncerteket eljátszani, és nagyjából a Covid idején volt azt hiszem egy év kihagyás, és utána egy pár évig a Művészetek Palotájába csináltuk, és most ismét visszakerültünk a Kongresszusi Központba. Ezeknek az újévi koncerteknek az a jellegzetessége, hogy mindig vendéget hívunk, mindig más vendéget hívunk. És most ki lesz a vendég? Most Jordán Adél lesz, akit nagyon várunk. Amúgy is nagyon szeretjük Jordán Adélt. Én a menyasszonyommal, Flórával rendszeresen megnézem az Adél előadásait a Katona József Színházba, úgyhogy külön öröm ismét együtt dolgozni Adéllal. Ez egy obligát
Lipót teli kérdés. Na. Készültök valami újjal? Hát persze, persze, obligált válasz. Hát persze, igen. Készülünk újjal. Nyilván nem fogom elmondani, hogy mivel, igen. Bár ezeknek az újévi koncerteknek, aki már többször volt, és hát nagyon sokan vannak, akik többször és rendszeres látogatói az újévi koncertjeinknek, nagyon jól tudják, hogy ezek lényegesen lazább, kötetlenebb koncertek, mint a többi Budapest Lezmerben koncert. Egy részben játszunk, és hát ugye ennek még mindig áthatja a szilveszternek a hangulata, tehát ez egy kicsit ilyen lazulósabb koncert a január 1. Nem olyan régen hallottalak benneteket az Óbudai Társaskörben, és megütötte a fülemet, hogy a Veszame Múcsó is belekerült a programba. Hogyan lehet egy klezmer zenekarnak a stílusába belerakni ilyen különböző egyéb, mondjuk ez egy latin darab, de örökzöld, stb. De hogy került az a csizma az asztalra? Ez az ékes bizonyítéka arra, hogy a klezmer zene az amúgy nagyon jó. Amúgy mi a klezmer zene? Hogy hát így a zsidó hangszeres névzenéről beszélünk. És hát európai, nagyon, ha így van, és ugye kelet-európai zsidó hangszeres névzene, és ez mutatja a legjobban meg azt, hogy milyen jól tud alkalmazkodni ez a zene a különféle zenei stílusokra. Tehát, hogyha például azt mondom, hogy van olyan számunk, hogy Sírba, ami ugye egy szerb gyökerű szám, tehát a számtalan olyan helyen alakultak ki ilyen zenei fúziók, amelyek integrálódtak a környezetbe. De így nagyjából tudnám bemutatni ezt, hogy mit keres. Hát tulajdonképpen azt, hogy fel tudja venni. Igen, nem akarok most itt nagyon hosszan beszélni a klezmerben történetet. Tudjuk, hogy 30 éves, ugye? Több már 33 éves. És rengeteg díja van, rengeteg helyen jártatok, operát, vagy hogy mondják pontosan ezt? Klezmer operet. Hát ugye az a nagyon érdekes a Budapest Lezmerben életében, hogy már a kezdetektől meghatározta az a zenekar életét, hogy a tagoknak a jelentős része, hanem majdnem mindenki, a színházi világból érkezett. Ugye Jávori Fegya, a zenekar alapítója és vezetője, maga is tagja volt a Budapesti Operett Színház zenekarának hegedűsként. Igen? Persze, bizony. És a Pisti, a Kohán István, a klarinétosunk szintén a mai napig tagja az Operett Színház zenekarának. Tehát sőt a Nagy Anna harmonikásunk is onnan ismerkedett meg a Fegyával, hogy annak idején azt hiszem, hogy pont a hegedűs a háztetőn a legendás Besenyei Ferences előadásban Nagy Anna harmonikázott. Ez különben nagyon jól látni, ahogy végignéztem itt a felvételeket, hogy szinte ezek az arcok vannak. Így X van. Éve, tehát így nagyon van, nem volt van. Változás nem, az el. Nem. Még te sem. De beszéljünk már egy picit rólad, hogyha én tudom, hogy improvizatív zenét is játszottál régebben, jazzt úgymond, ha gyorsan beleszúrok egy picit, a klezmer mennyire improvizatív zene? Azt nem tudom, hogy a klezmer mennyire improvizatív, nyilván lehet improvizatív, és lehet nem, de mi azért a Budapest klezmerben, de mi a Budapest klezmerben, de azért alapvetően Jávori Fegyának a kompozícióit játsszuk, és hát azért a Budapest klezmerbendre annyira nem jellemző az improvizáció. Van, előfordul tudatosan és véletlenül is. Na most tudom, hogy te meg játszottál jazzt is, nem? Úgy, hogy most a Dohnányi zenekarnak a hegedűse vagy. Így van. Amikor nagyjából akadémia, ugye amikor zeneakadémiai 5 évnek nagyjából így a felénél jártam, akkor alakult ki bennem egy ilyen igény, hogy hát én nagyon szeretem, nagyon szeretném ezt csinálni, szeretnék improvizálni hegedűn, és ugye ez a 90-es években nem volt annyira jellemző. Nem hemzsegtek a jazz hegedűsök a 90-es nagyon évek nem, igen. Most sincs, de azért én sokkal azt gondolom, több, hogy azok, akik a magyar jazz hegedülést kiemelkedő alakjai,
De nem, valahogy nem látszott az, hogy valami óriási utánpótlás lesz ebből. Most már ez megváltozott, én ezt nem vitatom. Dohnányi zenekar volt. Mióta vagy ott, és hogy az tulajdonképpen a klezmerben mellett a másik fő csapás az életemben. Így van, ugye? Hát én most már több mint 10 éve tagja vagyok a Dohnányi zenekarnak nagyjából. Az egy kiemelkedő, a magyar szimfonikus zenei életben. Így van, rengeteg koncertünk van, elképesztő mennyiségű koncertünk. 2012-ben kerültem be a Dohnányi zenekarba, és egy olyan jó pár éve most már koncertmestere is vagyok. És na tessék. Hát úgy jött az életembe a Dohnányi zenekar, hogy... Kerestek egy jó hegedűst. Hát, jó, így is mondhatjuk, de alapvetően nekem szükségem volt arra, hogy nagyon sokféle zenei hatás érjen. És erre a Dohnányi zenekar nagyon-nagyon jó választás volt. És megint egy általános kérdés, hogy lett belőled hát hegedűs? Azt tudom, hogy zenei családból származol, hiszen édesapád a Liszt Ferenc Kamara zenekarban. Édesapám a Liszt Ferenc Kamara zenekarban játszott évtizedekig, édesanyám az operaházban hegedült, úgyhogy önként jelentkeztem a feladatra, hogy hegedüljek. Ha szabad így fogalmaznom, nem volt más választásom. Az tényleg, amikor valaki elkezd kisgyerekkorában hegedülni, akkor egy év után lehet már csak kibírni a szomszéd szobába azt, hogy gyakorol. Az igazság, hogy nekem ez elég jól ment, tehát én nekem ilyen problémáim nem volt, amikor hegedűt tanítottam. De van ebben valami, nem? Van, sajnos, igen. Ha valakinek ez nem megy, az biztos borzasztó lehet így együtt élni. De nem tudom, nekem szerencsém volt, tehát alapvetően jól mentek ezek a dolgok. Nagyon jó közegbe kezdtem hegedűt tanulni. Nekem Baranyi Valéria volt az első hegedű tanárom. És ez egy elképesztően erős. Édesanyám rendszeresen találkozik a Vali nénivel, aki azt mondta, hogy több mint 70 hegedűst képezett ki, aki a pályán többek között ilyeneket, mint a Kelemen Barnabás. Ja. Tehát elképesztő lista jött össze az ő életében. Jól van, Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Gazda Bence volt a vendégem, hegedű művész, a Budapest Klezmer Band tagja és a Dohnányi zenekarnak a koncertmestere. Jó koncerteket kívánok neked a Klezmer Bandnek külön, és hát sok sikert a továbbiakban. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönjük szépen, köszönöm.